Nagyon más az idei év, sokkal boldogabb vagyok a pályán, tényleg a legjobb barátnőmmel játszhatok együtt, úgyhogy így könnyebb. Persze voltak nagyon nagy eredményeim a múltban is, de gondoltam, hogy az hosszú távon nem lehet úgy elérni, hogy nem olyannal játszol, akit tényleg nagyon megbecsülsz és szeretsz, úgyhogy ez a titka ennek a sikeres évnek, hogy folyamatosan tudtunk jól játszani, hogy ennyire megértjük egymást. Ugye partner mellett edzőt is váltottál, hogyan tudnád Nikket jellemezni, és milyen vele a közös munka? Nagyon-nagyon élvezem, hihetetlen pozitív ember, és sokat segít nekem fejben és mentálisan, és boldog vagyok, hogy új stábbal dolgozhatok együtt, és nagyon-nagyon várom a következő kihívásokat. Januárban kezdődik ugye az első versenysorozat Ausztráliában, mindig karácsony környékén utazom el, addig még van 6 hét, azt hiszem, de 1 hét abból a pihenés még, és utána jöhet egy 5 hetes felkészülés, aminek nagyon örülök, hogy egy részét Magyarországon tölthetem, és utána pedig egy picit el kell menni a melegbe Ausztrália előtt, úgyhogy ez az 5 hét, ez abszolút a munkáról és a rengeteg órát eltöltött tenisszel fog szólni, vagy éppen kondival, aztán pár nap családozás és karácsony, és utána jöhet az első túra, amit még pontosan nem tudok, hogy hol lesz, de várom nagyon, ez a legfontosabb.